Ez a kép, amit meg szeretnénk ma festeni, ez egy lila karalábés csendélet, és van még rajt alma, és van még rajt körte is. Mivel szeretnénk azt, hogy ne kelljen sok festéket elpazarolni, ezért készítünk egy színvázlatot, és most akkor nézzük meg ezt a színvázlatot. Nézzétek meg a palettát is. Tehát nézzétek meg itt a paletta. Látjátok, hogy sokféle színt raktunk ki, és kiraktunk egy festőszert, és magát az úgynevezett festőlapot, vagy festővásznak, és akkor sárga színnel vázlatolunk, és ugye fessük be ezzel a sárgával, kevés festékkel ezt a három almát, és akkor szintén ugyanezzel a festékkel egy kicsikét így kenjük be itt ezen a jobb oldalon a hátteret. Semmire nem kell figyelni, csak arra, hogy legyen egy kis festék itt a háttérbe. Egy kicsit így bekenjük. Most teszünk az ecsetünkhöz a benne lévő színt. Tehát itt is meg kellene valahogy oldani, hogy élesebb legyen ez a kontúr, hogy ezek itt sötétek, ezért köréje teszek egy kicsi világos színt. Látod, egy ilyen kis fehéres, és akkor ez élesebben kijön. És akkor még én nekem ez a levél nincs befejezve, ezt befejezem, tehát ugye ez a zöldekkel, a kékekkel, ugye itt van egy...